A tegnapi gazdafórumon megtudhatták az agrárium képviselői, milyen változások következtek be a terület alapú támogatásban, milyen források vehetők igénybe zöldítésre, vagy a kisgazdaságok egyszerűsített támogatására. Elmondjuk, hogy milyen területekkel lehet zöldíteni, melyiket javasoljuk, hogy parlagon, a parlagot hogy lehet hasznosítani, vagy a vízállásos területet be lehet tudni zöldítésre. A kisgazdaságok támogatására 5,6 hektárig érdemes pályázni, ha nincs hozzá állattartás. Prioritás továbbá a melioráció, a kertészetek és az élelmiszer feldolgozás korszerűsítése. A fórumon kiderült, hogy az ország területének 68%-a nitrátérzékeny. Többek között az ilyen földdel kapcsolatos teendőkre is egy kiadványban hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Csongrád megyei szervezete, de szinte minden témában nyújtottak át tájékoztató füzeteket a megjelenteknek a kamara képviselői. A kamara az vállalta, hogy egy tanácsadó falu gazdászokat képez. Hát ez úgy jött létre, hogy különböző mezőgazdasági képzettségű szakembereket veszünk föl, vagy vettünk föl, és hát egy 12 tagú ugye szakértői csoportot létrehoztunk, akik különböző mezőgazdasági képzettséggel rendelkeznek, és akkor a 26 falugazdásztól indultunk 2012-be, most 41 falugazdászunk van, és ezek telefonos kapcsolatban vannak, tehát valami más szakmai kérdés van, mint ami az a falugazdász nem ért, akkor fölteszi a másik kollégájának, aki szakos ebbe a kérdésbe. Érdemes minden felmerülő kérdéssel, pályázati szándékkal a falugazdászokat felkeresni, mert ők azok, akik segítenek eligazodni abban, milyen támogatásokat igényelhetnek a gazdák, így senki sem marad le az őt megillető forrásokról, tette hozzá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád megyei elnöke.